Üdvözlöm mindenkit, Katamari vagyok, ez pedig itt a Minecraft. Az előző epizód, ami hát elég régen volt, az előző epizódnak a végén befejeztem ezt a részt, igazából az egész a leutat, ami tulajdonképpen szükséges ahhoz, hogy eljuthassak a Minecraft vonal segítségével a házamból gyakorlatilag a bányáig. Csak most akkor is kezdem építeni, bár nem tudom, hogy ez mire lesz elég. Így pontosan a kialakítását sem tudom, hogy hogyan gondoltam, szerintem ezt a falat itt leásom, és arrébb rakom egyel ezeket a cölöpöket. Az se kizárt, hogy ezt itt... Hát akkor meg itt csinálom most, gyorsan. Ja, és egyébként szeretném azt is mondani, hogy csak nem öltök meg érte, de a Too Many Itemsnek a segítségét azt bizony igénybe kellett vennem, amikor ezt a részt csináltam, mert eléggé félretájoltam, eltévedtem. Úgyhogy lehet, hogy majd a jövőben is a timelapse-oknál meg ilyeneknél igénybe fogom menni a Too Many Itemset. Érdekelne a véleményetek, hogy jó-e ez így, vagy maradjak a Survival Single Player kivitelezési módnál. Mert hát én szívem szerint próbálnék autentikus maradni, és akkor nem használnék ilyen segítséget, segédeszközt, de másfelől meg sokkal könnyebb, tehát nem lennének olyan gondjai, mint Romuluson voltak annak idején, ha emlékeztek. Építkezésnél akadtak gondjaim, mert akkor még nem használtam a Too Many Itemset. Na, ez így egész szép. Ez a része mi lesz, majd az a későbbiekben kiderül. És mai epizód tartalmából hát... Ja igen. Akkor lehezem a sineket, és bányászok egyet, kettőt. Hármat, négyet, ötöt. A fáklyákat kicsit átrendezgetem. És akkor úgy le is fogunk férni. Na most szerintem, ha nem baj, akkor én innen már nem vezetem le. Vagy de. Mindenképpen igen. Hogy kijöjjön idáig. És akkor majd csinálok egy ilyen csarnokszerű részt. Kíváncsi vagyok, mire lesz elég ez a 64 plusz 48 darab sín, meddig jutok el vele. Na. Írtam egyébként Facebookon, hogy úgy döntöttem, hogy korábbi jogaimat félretéve beszállok a Steambe, úgyhogy feltelepítettem és meg is vásároltam két játékot kapásból. Az egyik a Magicka, a másik pedig hát a Binding of Isaac, hogy most már meglegyen Steamen is. Ugye így ahhoz automatikusan kapom a patcheket, amire már így is volt panasz, hogy miért nem patchelem a játékot, és egyébként is nekem is volt egy ilyen sikertelen végjátszás próbálkozásom, ami amiatt volt sikertelen, hogy egy bug miatt nem tudtam tovább menni a Death-ben, miután legyőztem anyát, mert egy X-fel méretű pályát kaptam. Pontosabban a Curse of the Labyrinth miatt egy nagyobb pályát kaptam, és emiatt egyszerűen nem volt rá motor tovább menjek. Tehát legyőztem anyát, és nem adta oda a csoportot, amivel tovább mehettem volna a vomba, vagy az uteróba. Oké, szerintem ez nem lesz elég. Ez messze nem lesz elég. Vagy hát nem tudom, azért egész messze el tudtam jönni. Aztán válik a fájteken most már éles, virul és friss. És az úgy tapasztaltam, hogy a Steam-es verziónak valami mert a kép és hangminősége is jobb, mint a nem eredeti verziónak. Magicka meg hát az már régóta érdekelt, és csak eléggé minimum grafikán tudom futtatni, és hát azért magát a játékmenetet úgy, tehát hogy mit csinálja fel, dolgot nem mondom annyira, hogy számolom, mert csak ellenfeleket kapsz folyamatosan, amik egyre erősebbek és erősebbek. De ezen ténytől eltekintve maga a játék a zseniális, tehát én oda meg vissza vagyok érte. Csak egy apró kis kőcsákányom van, na nem baj.
le is megyek akkor. Lent úgyis tudok majd craftolni talán. De a célképen pont a vasútvonatnál a környéket jártuk körbe. Milyen érdekes. Na. Most kicsit vissza kell emlékeznem, hogy hogyan voltak a dolgok. Akartam valami kis díszítést is csinálni, de lemondtam róla, mert... Hát... Egyelőre. Mikor a Simple Gamersnek újra megnéztem a videóját, videóit, akkor rájöttem, hogy... kidíszítettem a terepet, de valahogy nem. Nem igazán fűlik a fogam hozzá. Már legalábbis így... Ennyi kihagyás után. És vagy ennyi kihagyás miatt. Na, hogyan tovább? Ja, tudom már. Készítek egy sárkányt. És... nem megyek a dungeonhöz. Csak elhalkítom, mert... a gondolatémat sem hallom. Kicsit hangosra vettem a formát. Egy... ezt magamnál tartom. Kaja ügyileg is jól állok, szóval, ja. Nincsenek gondjaim. Ott volt a dungeon, most azt szépen le is megyünk majd. De előtte azt hiszem ezt itt... Ja igen, tudom, itt múltkor akartam egy fáklyasort tenni, mert vissza tudjak találni. Most akkor ezt is teszem ide, hogy jól látható legyen majd. Na, túl menni át, ez azért is kéne mindenképpen az ilyen magas részeket kitöltsem, hogy esetleg kivilágítsam, hogy elég rondán néznek ki. Vagy a vasatonnak kiszedjem, bár azt lehet, hogy nem fogom. És akkor az lesz majd a kifutópálya, vagy micsoda, hogy mondjam, a végállomás. Ide lesz majd felavatva, így. Oké, akkor itt hogyan csinálom nagyjából így. Oké. És akkor eltüntetem. Ja, és a más team. Le fogom tölteni a Team Fortress 2-t is, most már engem is elkezdett érdekelni. Jó, most biztos, hogy nem, elképzelem így, ahogyan videóban ezt elhangzik, és így elkezditek írni, hogy na, Katamari, azt hiszem, hogy TF2 multizni? Hát tudjátok, hogy nem vagyok egy nagy multis hat, szóval igazából alapvetően csak kipróbálása. Szerintem, mert hát egyébként is free to play, akkor meg miért ne? Emlékszem, Hundunga egyszer még a, hogy mondjam, a kevésbé kellemes időszakban. Azt mondta, hogy milyen gáz az, hogy nem tudom mi az a free to play, mert akkor még nem tudtam, mert nem foglalkoztam ilyenekkel. Ezt azóta, mert már olyanokat töltök Steamen egy csomót. Ja, mert nem igazán akarok vásárolni, értitek? És illegális beszerzési módomból pedig már elég volt az elmúlt mennyi ideje is. Szerzek nem eredeti játékokat? 3-4 éve? A lófasz 6 éve. Nem biztos, hogy legelső játék, amiket CD-ken kaptam, azok nem voltak eredetiek. Nem vagyok naív azért. Hát legalábbis ennyire. Na. Itt... vagyis pontosabban ott, az a salakfal van ott, egy barlangot rejt még a föld gyomra mélye. Amit nem derítettem fel, ugyanis hevesen támadtak a zombik, és el kellett valahogy előlük bújnom. Na, és most akkor viszont felszíne hozom valahogy ezt a szart. Csak nem tudom, hogy hogyan. Na, akkor ezt is itt leszedem. Ki kell egyenesíteni a telepet egyszerűen. És ha másképp nem, akkor sokkal nyíltabbá teszem. Ha másképp nem megy. Bár lehet, hogy menne, de nekem így szép. Hoppá, ott is van valami, várjál. Hát, főként egy csomó nagy halom gravel. Az van. Szörny nincs, de a háttérben köd, igen, tehát ami oltári nagy dolog rejlhet ott hátul. Itt ki is tágítom a falat, hogy... majd tudjam, hogy erre érdemes menni. Azt benézek. Na valahogy csak uram, alá tudom hagyni ezt az óriási barlangrendszert. Annyira nem lehetetlen vállalkozás.
Ott arra azt láttam, igen. És tulajdonképpen a végállomás. Tehát ez tulajdonképpen egy fölösleges alagút. Na mindegy. A lényeg az, hogy van. Oké, akkor... Gravelt eltakarítom, mert az nem ártana. Oké, azt hiszem ekkor a halmoknál, hát jobb lesz használnom a fáklyás trükköt. Még ha túl gyors is vagyok vele. De most ez mi a fasz? Hát... Nem lehet, hogy annyira gyors vagyok, vagy mi. Ja, hogy így, amikor elindul, oké. Hát az kell egy kis időzítés, mit nem mondjak. Ó, oh, így. Oké. Okay. Úristen, ez rengeteg. De egész gyorsan meg vagyok vele. Bocs. Na. Ez így egész gyorsan meg lesz. Ennek van egy másik érdekes témám is egyébként. Mégpedig az, hogy állítólag már nem vagyok olyan jó videós, mint régen voltam. Mondjuk én szerintem régen sem voltam jó. És szerintem most pont, hogy jobb vagyok, de hát... Nem, de biztos, hogy nem vagyok olyan, mint régen. Tehát nem olyanok a videó, mint régen. De az elsősorban az hogy végre nekiálltok az önmegvalósításra. Tehát, hogy arról csináltok videót, amiről kedvem szottyam, mert tudom, hogy nem csak 150 megtekintése lesz. Jó, mondjuk azért van, aminek kis sincsen sok, de... Az nem baj. Hát igazából attól, ez elég relatív. Te például a Deus Ex végigjátszás megtekintése az nem olyan sok, de most arra gondolok elsősorban ezzel, hogy a régi időkhöz képest a megtekintések száma mindenképpen jóval magasabb. Aztán hangoztattam sokszor, de még mindig csomó nem tudjátok, hogy én 2009-ben kezdtem el videózni. Jó régen és jó szarul. És hát azóta azért sok vize folyt a Dunán. Meg itt mellettünk a Kaposon is. Akkor valami... Na, a másik hasonlattal éljek. Hát menjen, a máshoz is relatív. Na mindegy. Hú, itt ez a rengeteg revel, ezt nem fogom tudni olyan könnyen eltakarítani, mert akkor nem fog tudni feljönni. Na. Oké, ez így relatíven normális. Bár mondjuk szerintem nem fogom most felhozni az összes mohárskövet, mert nem igazán akarom. Egyelőre. Legalábbis. Nem tudom, én most valahogy nincs kedvem hozzá, hogy most azzal tököljek még itt. Na. Ami viszont nagyon kéne, az a gyémánt. Mert már nagyon át akarok menni a Netherbe, és nem igazán fog sikerülni, hogyha nincsen gyémánt sárkány, már pedig attól még elég messze vagyok sajnálatos módon. Mert volt egy, de már eltört. Na most itt valami normális lejutási módszer van. Hát most van útvonalra gondolok. Hát ez relatíve normális, csak nem biztonságos. Na várjál, de a gravel tökéletes anyag lesz. Úgy inni. És most, ha belőkni valami a lába, akkor rögni fogok. De nem, csak körbeértem. Valahol legalábbis. Ja, erre már voltam. Na most itt van a restón, de... Igen, erre már voltam. Van restón, de nem fogom tudni kiszedni. Mert nincsen vascsákányom. És nem is lesz most egy darabig. Most akkor vasat is kéne keresnem, sajnos. Vagy hát van csak lusta vagyok kibányászni? Vagy nem tudom. Tényleg nem tudom. Na mindegy, irány vissza erre. Kicsi formám a telepet és... Szerzek jó sok cobblestone-t. Ezt ne kérdezzétek, hogy éppen hogy minek. Majd kitalálom.
Úristen. Ilyen valahol felvezető út. Na innen nem lesz könnyű visszatalálni, az fix. Vagy de. Az azt mondom, hogy most az Underground HQ-nak a környékén vagyok. Nem. De igen. Gyönyörűségesen, okosan körbe jöttem. Akkor megszabadulok itt ettől is. Környék egyelőre biztonságos. Egyelőre. Na. Egész csomó gravel-től megszabadultam. Most akkor vízzel kéne valamit kezdeni. Vagy legalábbis lejjebb kéne jutni valahogy. Oda a mélységekbe. Tudjátok, hogy a Nice-ek is csinálta. Ó, várjál, vagy hát, hogy nekem oda nem is kéne? Na mindegy. Egy egyszerű módszer van igazából, el tudom zárni egyszerűen a vizet. Jaj, ne úgy ne! Ó, bazd meg! Már megint az összes fákjámat lesodorja. Na nem baj. Oké, ez is szép. De hogy azzal, mi az Isten nyilját csinálnak, azt nem tudom. Először is felmegyünk. Úristen, ez valahonnan nagyon, egy nagyon ismeretlen helyről jöhet. Na, vagy legalább most már látjuk ezt is. Miközben iszok, így megijeszt a játék. Csajnálom, valahol úszik is valami. Az soha nem jó jel. De várj, akkor hogyan zárjam el egyáltalán a vizet? Szerintem sehogyan. Okay. Másik elő. Pont van egy. De már nem sokáig. Hát ez legalább van. Vasér. Lejöttem a vasér. Iron Vein. Ezeket tényleg úgy hívják egyébként ezeket a nagy élcformációkat. Már a kisebbeket is. Valahol valaki nagyon, nagyon úszkál. Hát valószínűleg nem egy ender ma, mert nem sokáig élnél túl. Jaj, úristen, de megijedtem! Ott a háttérben láttam azokat a szarokat. Vagyis, hát izé ott volt a skeleton, és így... És ott is van egy, hát nem igaz. Jó van. Azt hiszem sürgősen körbe kell a placot világítani. De valami a hátam mögé megy, én nem tudom mit csinálok. Úristen. Na most ha sokkal ijedősebb vagyok, félősebb, mert most oda se jöttek igazából közvetlenül mellém, és mégis megijedtem. Na de mindegy, a plac ki van világítva. És megy ott le a láva. És kicsi, mert még több gravel van, de... Úristen, oké. Okay. Na ez az a hely, amit kb. Nem fogok összekötni egy darabig a többivel. Mert egyszerűen túlságosan messze van, és magasan is. Itt gravel halmok. Még több, úristen mennyi, de honnan van ennyi gravel? Hát meghalok. Ennyi barlangi járat egyáltalán. Oké, ezt szerintem nem is volt talán visszatalálni. Hé, várjál! Onnan ne! Feljöttem a felszínre kvázi. Hallom az eső hangját. Meg ott a fényt is látom. Igen. Igen. Here we go! Tehát gyakorlatilag a bal... Jaj, abazd meg! Hol vagyok egyáltalán? Várjál!
Spider Jockey! Spider Jockey! Spider Jockey! Látjátok, bazd meg! Ott lovagol az a kurva csontváz a pókon. És meg fogok halni, bazd meg, és meg fogok halni. Nem, én ennyit nem fogok meghalni. Ja, az erdőnél vagyok, várjál, neki oázisos placnál. Na jó, most aztán sipirc van. Ojajaj, nem, a faszomat, bazd meg, meg fognak ölni. Megöltek, bazd meg, megöltek. Jó, kész, akkor most alszunk és szépen visszavándorlunk az erdőig, gyönyörűségesen, okosan. Igazából 14 SPR sajnálom. De megérte, mert láttam egy Spider Jockey-t. Na már most az a... az az erdő merre is van? Oh fuck. Na vár, tudom, már emlékszem. Nem, de igen, mégiscsak na. Egyáltalán normál fokozatom van a játék? Igen. És látom, a kisírkék szépen megnőttek azóta. Na mindegy, akkor. Én nem tudom, hogyan találok ki. Nem, kajak nem tudom, erre van az a kurva. Erre jöttem valahol vissza? Nem. Akkor még így csak hátul. Akkor tényleg nem tudom. Zavaros kurva minden itt hát. Nem, ez a Spider Jockey az viszont nagyon király volt. Végülis mondom, hogy ott úgyis lesz majd a terepen egy csomó cucc, amit a leölt pokokból összegyűjtöttem. Ó, egész érdekesen néz ki az, mit nem mondjak. Üveggel majd még szép is lesz, nem csak ilyen, valamilyen. Zombi hús. Az mindenképpen kell. Oké, akkor szerintem át kell kelnem a... ezen a hegyen, ezen a kisebb hegyvonulaton. Álló faszt, ez domb. Az ott már hegy. Igen, emlékszem, ennek a túloldalán volt egy ilyen víz. Aha. Na de várj, ez még... Oké, ez veszélyes. Okosan. Mondom, okosan! Úgy. De ez még mindig messze van attól, ahol én voltam, vagy nem tudom. Nem, ott a fákján, pont itt jöttem ki, akkor nincs is olyan messze. Akkor a vízes az pont átmegy a barlang alatt. Cool. De hát nem is ilyen terepen jöttem ki, várjál hát. Abba a cucaimat messziről sem látom, na jól van. Kész, akkor túl menni át, záthatunk kreatív módon és megkeresem. Így. Ja ott, oké. Akkor nem is volt rá szükség. Oké. Ott van a sok orb. Na. Itt erről beszéltem tökéletesen. Meg a pókszem. De ebben a magas, geci, retkes fűben nem találom... meg mégse. Hát nem hiszem el, de ott... ott vannak. Meg az orbjai megy része, király. Oké, igazából a térképnek van az a legfontosabb. Oké, rendben van. Meg a fákja, az is fontos. Na. Tulajdonképpen az... hé, tulajdonképpen itt vagyok a híd mellett. És tulajdonképpen az XP pontjaimnak a fele az. Még így is megvan. És egy kicsi kevesebb, mint a fele, de az már... részletkérdés. Na, egész kellemes kis... kalantúrát tettünk. Átszedtem a barlangot, szerintem... szerintem nem tudom, mi lesz ebből, mert egyszerűen ez iszonyatosan hatalmas. Tehát...
ebből egy normális underground HQ-t én szerintem nem fog soha megszülni. Fényhiba? Fákja. Otni. Tehát ebből egy normális underground HQ-t nem tudom, hogy fog megszülni, mert egyszerűen egy placot összekötni, meg még itt van ez is mellette ráadásul. És az azért... Hát öcsim, ez kész. Még ezt is külön fel kell derítenem. Jó, mindegy. Vasat kiszedem. És csinálom már is vaseszközöket. Ami pedig nem volt felderítve, az majd fel lesz derítve. Valahogyan, valamikor. Öcsém, és visszajöttem a barlangomba. A saját barlangomba visszaérkeztem. Már megint. Hát akkor masszív vagy gyűjtésbe kezdek. Annyi úgyis belefér még ebbe a részbe. Hát ez kész. Ja, várjál, nem is jöttem vissza. Oké, elmegyek innen, kész, kész, kész. Elegem van ezből a szörnyekből, meg mindenből. Némi kis vasat összegyűjtök, azt annyi. Ja most... Á, faszom, állandóan eltévedek az ilyen helyeken. Körbe mentem gyakorlatilag. Úgyis elfogytak a fákjaim, és... Úgy meg nem... Folytatom a túrát, legalábbis egyelőre. Az biztos, hogy valaki nagyon széjjel kaparta ezt a környéket itt. A föld alatt. Tel is tele van barlangokkal. Hát fogalmas is, komolyan ennyi barlangom, azt tudom, mit kezdjek. Esküszöm. Na mindegy, irány akkor haza. A farmom úgyis érintetlen már egy ideje. Nem mintha nagyon lekötne az éppen, de... Már még beszéltem magamról is, éppen a videózással kapcsolatban akartam. Csak ezek a barlangok összekevertek, megkavartak. Na. És meg ott is barlang van. Jó, kész, akkor elmegyünk. Szerintem hamarabb neki kell állnom a Underground HQ-nak az otthonosabb átételé. Neki kell állnom az otthonosabb átételéhez. Tételének. Mint ahogyan azt gondoltam, azt hittem rá fog még érni, de hát egyszerűen ekkora barlangrendszerrel. Nem úgy, hogy még nyersnót is ki akarok sajtolni belőle, és nem csak cobblestone-t akarok úton útfélen gyűjtögetni, hát úgy meg aztán főleg. Na mindegy. Most akkor felmegyek itt. Egy kettős átjáró. Látta, hogy kb. Hogyan fog majd menni a Minecraft-onál maga. Így. Így aztán ma ott is vagyunk egyenesen. Gyönyörűségesen, okosan. Ja, de várjál, akkor még itt valamit még meg kéne javítanom, ki kéne javítanom. Hogy akkor szép szimmetrikus legyen az egész. Fejsze. Kerítés ki. Ez a fal szakasz is szintén ki. Ja, csak ott várj, akkor kint is le kell kaparnom egy egész sort. Ajaj. Nem megoldom. Csak egy parkör módon, hogy az ablapárkányból nem fog felmenni. Akkor jó van, akkor nem parkör módon. Így. Ezt itt leszedem. Ezt a kis szakaszt így kipótlom fával, és akkor teszek kerítéseket még, pár darabot. Ezt a kettőt így le. Na, nem is volt olyan nagy meló ez. Oké, ide bemegyünk. Begyűjtöm még a tojásokat. Mi is elkítetek a sorokban? Na mindegy. Kéne valami másféle állat. Na, ráér végül is. Minden ráér.
úgy csak tízelem magam annyira mostanában, mondom. Minecraft az egyrészt nincsen kell, de másrészt meg egyébként se az első számú prioritásom, rájöttem. Valahogy már Minecraft, tehát igazatok volt abban egyébként, nem mindenki mondta, igazatok volt abban, hogy már kezd unalmas lenni. És a nézettségem is meglátszik, tehát messze nem gyűjt akkora, hát arányaiban nem gyűjt akkora nézettséget a új Minecraft sorozat, mint a régi. Az ásnak is betudható, mondom, de én megvalósítás egyében videózok, tehát amihez kedvem van, amit szeretek, ténylegesen arról csinálok. És a Minecraft már kezd kicsit unalmas lenni. De azért persze ezen a bőrön is egész szépen dolgoztam eddig, tehát nem lehet panaszom erre se eddig. Oké. Ez kész. Itt. Ez így. Oké lesz. Kerítést leteszem. Ja, meg itt akkor kőtéglából meg kell csinálni. Na, face palm. Várjál. Aztán még le is kéne venni a sok szemetet, meg minden szart. Pű, nem lesz könnyű. Meg elhoztam a kőtéglát a bányából, ugye? Már leviszem szarni bele. Ez egy cseszosan nem is lesz elég. Hát messze nem lesz elég. Gravel, ezt magamnál tartom akkor úgy. Úgyni. Egy fákja. Két fákja. Honnan van, úristen? Nem lényeg. Egy, két, há? És akkor ezzel egy vonalból leteszem a... Ja igen, ki kéne hozni onnan még. Mit ide eltettem, már ha el van téve. Ott van kettő. Az pont nem elég. Hú, várjál akkor. Na de nagy cseszbe, hanem... Ide. Így, egy, két, három, egy. Ez így pont jó. Csak így megint maradék kerítés. Ájjajjaj. De nehéz az iskola táska. Haha. Ja, egész korrekt. Innen majd folytatjuk legközelebb. Már mikor kedvem lesz hozzá. Szóval, lassabb le kell törni, hogy a Minecraftnak ilyen szabadból kezd leáldozni. Pont most gondoltam bele én is, de azért ezt a kis részt még megcsináltam. Bár nem túl szerencsés, szó szerint nem túl szerencsés pont a 13. epizódban ilyenekről beszélni, mert rosszat sejtethet. Se baj. Természetesen majd szabad... Na, elkezésetekre fogom bocsátani a világot, hogyha úgy alakul nagyobb a sorozatot. Na nem, de nem akarok szomorúan elbúcsúzni. Nyár van. Nyár van. Igen, nyár van. Sziasztok!